1972 óta világszerte augusztus 2-án emlékeznek meg a holokauszt roma áldozatairól. Ami 1944-ben és 1945-ben a magyar romákkal történt, az nem csupán a cigányság, hanem Magyarország tragédiája is. A múltat megváltoztatni nem lehet, de a vészterhes időkre emlékezni kell, és a borzalmakból tanulni kötelesség. Ezért szervezi meg évről évre közösen a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigány Misszió, Békésváros Önkormányzata és a Cigány Módszertani és Kutató Központ a Roma Holokauszt emléknapját. Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat, és hogy együtt emlékezhetünk. Mindezek után tisztelettel felkérem Durkó Albert misszióvezető urat, köszöntse önöket. Emlékezz! Igen, szükség van a visszatekintésre, szükség van emlékoszlopoknak a megépítésére, vagy emléknapoknak a meghatározására, hogy soha ne felejtjük el a győzelmet, vagy a tragédiát. De az emlékezés célja nem a hátrafelé nézés, hanem az előretekintést. Célegyenest haladok az én célom felé, a múlt tapasztalataival. Azon dolgozom, hogy minden ismeretem és tapasztalatom beépítsem az életembe, a munkámba, a szolgálatomba, Istentől rendelt küldetésem betöltésére. A karizmatikus pünkösdi mozgalom világszerte több mint 700 millió elkötelezett hitét gyakorló taggal rendelkezik, és a mozgalom egyik nagyon fontos alappillére az Izraelhez való viszony. Engem már gyermekkoromban arra tanítottak, hogy áldani kell Izraelt, áldani Jeruzsálemet. A 122. Zsoltár 6. és 9. versei ezt mondják: kívánjatok békét Jeruzsálemnek, legyenek boldogok, akik téged szeretnek. Legyen békesség falaidon belül, legyen boldogság palotáidban. Testvéreimért és barátaimért mondom, békesség neked. Istenünknek, az Úrnak a házáért is jót kívánok neked. A holokauszt borzalmai a cigányokat sem kímélte. Ez a történelmi tény még inkább közelebb hozza a cigányokat a zsidókhoz. És különösen a cigány gyülekezeteinkben jelentkezik, ahogy mindenki szeretne eljutni Jeruzsálembe, mindenki szeretne ott lenni a siratófalnál, látni a szent várost és érezni benne magát, az Istent. Hisszük, hogy Isten választott népe a zsidó nép. De hisszük azt is, hogy Isten a cigányokat ma különös kegyelemmel veszi körül, és az utolsókból elsőkké teszi őket. Hiszünk egy olyan történelmi ébredés, léptékű ébredésben, amelyben ebben a felfordult világban az Isten kárpótlást ad a cigány népnek, és felemeli őket. Emlékezünk, és célegyenest előre törünk. Isten áldása és békessége legyen mindannyiunkon. Köszönöm. Köszönjük szépen. Tisztelettel felkérem Fitz Emmát, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság osztályvezetőjét a megemlékezésre. Augusztus 2-a a holokauszt roma áldozatainak nemzetközi emléknapja. A gyakran elfeledett holokausztként emlegetett roma népírtás évtizedeken át kimaradt a II. Világháború történelméből. Nürnbergben és más nemzetközi konferencián a roma áldozatok ügye egyáltalán nem került elő. Változás 1982-ben következett be, amikor Nyugat-Németország elismerte a roma népírtást. Az Európai Parlament 2015. április 15-én állásfoglalást fogadott el, melyben a képviselők nagyobb erőfeszítést kértek a tagállamoktól a romákat érintő hátrányos megkülönböztetés és gyűlölet bűncselekmények elleni fellépés terén. A képviselők állásfoglalásukban azt is javasolták, hogy az Unió a II. Világháborúban megölt romák emlékére augusztus 2-át a roma holokauszt emléknapjaként ismeri el. A cigányság történetének egyetlen korszaka sem járt annyi véráldozattal,
megaláztatással, rémülettel és szenvedéssel, mint a 20. század szellemi mélypontja. Pusztán egyetlen éjszakán, 1944. augusztus 2. harmadika éjjelén 2897 romát, többségünkben nőket, gyerekeket és időseket öltek meg az Auschwitz-Birkenau koncentrációs táborban. Magyarország kormánya is fontosnak tartja a közös méltó emlékezést az ártatlanul elhurcoltakra, a koncentrációs táborokba zártakra, a helyben legyilkoltakra. Születtek gyermekek is Auschwitz poklában, 371-en, akik nem kaptak esélyt az életre. 2020 óta a Belügyminisztérium nyújt támogatást a 375 csillag című gálaműsor megrendezéséhez, melyet 2019-ig minden évben a Nemzeti Színházban tartottak. Azonban a pandémia miatt a 2020. évi megemlékezésre tervezett színdarab helyett Kalla Éva forgatókönyve alapján készült Darinka című film került bemutatásra. Tavaly augusztus 1-én került sor Pap Róbert rendező Megsemmisítésre ítélve című dokumentumfilmjének bemutatására a Holokauszt Emlékközpontban. Ma több helyen megemlékezünk. Ugyanezen a napon 16 órakor a Szent András István Roma Művészeti Galériában kerül sor a megemlékezés első állomása, és ezt követi a koszorúzás a budapesti Neuruparton, a Roma Holokauszt emlékmű előtt. Majd 18 órakor a Holokauszt emlékközpontban szintén megemlékezésre kerül sor. A rémtetre ma sincs, és soha nem is lesz elfogható magyarázat. A nyomasztó örökséget az emlékezés felelősségével mi, a mai generációk hordozzuk. A holokauszt esetében nem csak az áldozatokért fáj a szívünk, hanem az egész emberiségért, hogy soha ne feledjen, és képes legyen emlékezni. Arra kérek mindenkit, hogy forduljunk magunkba mindnyájan, szelidítsük meg közösen a fájdalmat, és emlékezzünk együtt. Békességet mindenkinek. Köszönöm. A Holokauszt Emlékközpontban este program lesz, de az emlékközpont igazgatója elfogadta a meghívásunkat azért, hogy megtartsa előadását, ezt nagyon köszönjük. Fel is kérem előadásának megtartására. Az előadás címe Eltűnt világaink, a holokauszt reprezentációjának legújabb trendjei. Kettős minőségben vagyok itt. Egyrészt a Holokauszt Emlékközpont vadonatúj igazgatója, július 1-től töltöm be ezt a pozíciót. Másik minőségem pedig a Rabbi Képző Történelemtudományi Intézet, szakának vagyok a tanszék vezetője. Most éppen ezért, amikor az előadást összeállítottam, akkor mindenképpen arra gondoltam, hogy semmiképpen sem egy túl tudományoskodó, történeti adatokra támaszkodó, leíró jellegű előadást fogok tartani, mert arra ott a Wikipédia, arra szerintem nincs szükség rám. Éppen ezért inkább a holokauszt oktatásban rejlő kihívásokról beszélnék, illetve arról, hogy mik lehetnek a holokauszt oktatásának a legújabb trendjei és irányai. Amikor az oktatásról beszélünk, mindig először meg kell határoznunk egy célt, hogy mit akarunk elérni az oktatással, és mi szövezető úr is felhívta a figyelmet még korábban, amikor beszélgettünk, hogy az oktatásnak a célja nem a múltba tekintés, hanem leginkább a jövő orientálása. Most hát történészként azt pontosan tudom, hogy amikor a múltat írjuk, akkor leginkább a jelent akarjuk befolyásolni, és a jelent, illetve a jövőt akarjuk orientálni. Az oktatásnak leginkább ez a feladata. Ahogy szerintem már nem lehet holokausztot oktatni, nem lehet folyamatosan a halálról beszélni, és nem lehet lassan 80 évvel a holokauszt után már folyamatosan halállal és halállal sokkolni a hallgatóságot, mert az úgy érzem, hogy nagyon sokszor már kontraproduktív. A másik, hogy nem ugyanazt kell tanítani cigányoknak, zsidóknak és a többségi társadalomnak, mert nem ugyanaz az oktatás célja. Azt tapasztaltam azért elég hosszú oktatói tevékenységem során, hogy amikor koncentrációs táborokat mutatunk, illetve halottakkal sokkolunk, akkor nem azt a célt érjük el vele, mint amit szeretnénk.
Ezért most úgy érzem, a Holokauszt Emlékközpont igazgatójaként is, hogy azt az életet kell megmutatni, ami elveszett a holokauszttal. Olyan életvilágokat, olyan életszituációkat kell megmutatni, amelyek a holokauszt következtében már nem jöhetnek vissza. Tehát élethelyzeteket, integrált életet, hogy hogy éltek együtt zsidók, cigányok és magyarok, vagy csak nem magyarok, vagy bárki ebben az országban, hogy hogy tudtak egymással együtt élni és együtt működni. És a holokauszttal ennek az esélye veszett el. Úgyhogy én úgy érzem, hogy erre kell törekedni. Amikor például a zsidó holokausztot tanítjuk, akkor arra helyezzük a hangsúlyt, hogy megmutassuk, hogy olyan, hogy a zsidó nem létezik. Olyan nincs, hogy a zsidó. Mert Magyarországra bevándoroltak, amint látják, közép-európai úgynevezett ajberlendi zsidók, akik jüdis-deutsch nyelven beszéltek, és bejöttek erre a térségre is, például keletről haszid zsidók. Semmi közük nem volt egymáshoz. A két zsidó típus nem állt szóba egymással, nem egy helyen imádkoztak, nem egy nyelvet beszéltek, nem kötöttek egymással házasságot, és nem ugyanannal a társadalmi szinten éltek, és nem ugyanazzal foglalkoztak. Most az elmúlt 30 év folyamán 15 évet éltem együtt egy bejárt cigány lányjal, aki az első feleségem volt. Ugyanezt megtanultam a cigányoknál is, hogy nem mindegy, hogy bejárt cigány vagy, nem mindegy, hogy olá cigány vagy, nem mindegy, hogy romungró cigány vagy. Ezt a volt anyósomtól többször is megkaptam a dózist bejásként, hogy mi volt a véleménye a romungrókról és az olá cigányokról. Úgyhogy higgyék el, hogy ugyanez volt otthon az én családom, Galícia zsidó család, hogy mi volt a véleményük a nyugatról bevándorolt zsidókról. Szóval nem volt kedves. És azt kell szerintem megmutatni legelőször, hogy a zsidó és a cigány ilyen nem létezik. Igenis meg kell tanulni, differenciálni különböző csoportok között, és így lehet közelebb hozni ezeket a cigány és zsidó stratégiákat a többségi társadalomhoz. A koszorúzási rendezvényünk, a délelőtti programunk folytatása. Minden kedves megjelent emlékezőt tisztelettel köszöntök. Kérem Önöket, hogy énekeljük el a magyar, illetve a cigány himnuszt.
emlék rengeteg. A bölcsőnél megálmodott vágyak füstfelhőként illantak el, túl a szöges drót falak ösvényén. Eltévedt fülemüle köhögte búcsú énekét. Fülemüle köhögte utolsó énekét. Zárt terek bitófa erdején. Arctalan alakok köhögő zajában, tetovált számrendszerek útvesztőjén túl, bőrbakancsok csikorgó talpa alatt, hangtalan sikolyban megmártott bánatok. Ólomszárnyak és kőszagú árnyak, túl Buchenwald könnyein át, sűrű szövetté fonódott hallgatás. Eltaposott fésülködő tükör ezer szilánkjai között, mosolygott ránk a ragyogó napsugár. Mosolygott ránk. Surman Lászlót hallhattuk, aki saját versét mondta el. A vers címe Emlék rengeteg. Most pedig tisztelettel felkérem Szabó Gábort, a Békés megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét köszöntője megtartására. Köszöntök mindenkit. Megtiszteltetés számomra, hogy én tarthatom a nyitó beszédet. A Békés megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevében köszönjük a meghívást. Engedjék meg, hogy egy pár gondolattal én is hozzájáruljak a megemlékezéshez. Soha többet holokauszt, soha többet kirekesztés. A Roma holokauszt nemzetközi emléknapja augusztus 2-án van. A Cigány Világszövetség kongresszusa határozata alapján 72 óta emlékezünk meg a világ több országában arról, hogy 44. augusztus 2-án éjjel Auschwitz-Birkenaui koncentrációs táborban néhány óra alatt több mint 3000 ember gyilkoltak meg. Meghajtott fejjel emlékezzünk a vészkorszakban ipari módszerekkel, kegyetlen kínzásokkal meggyilkolt cigány embertársainkon, testvéreinken. Emlékezzünk hát, és tekintsünk előre. Nem csak mondjuk, hogy soha többet, hanem dolgozzunk érte, mindkét oldalon, miközben hidat építünk. Erre hívunk mindenkit. Köszönöm szépen! Békésváros önkormányzatának képviseletében felkérem Mucsi András képviselő urat, a Békés megyei önkormányzat humán és szociális bizottságának elnökét a megemlékezésre. Kedves megjelentek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk röviden. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy itt lehetünk, és add, hogy a történelmet egészben láthassuk és tanuljunk a történelemből, hogy ne lehessen soha többet ilyen szörnyűség, ami már volt. Amen. Kedves megjelentek, én alapvetően egy optimista ember vagyok, csak van egy rossz tulajdonságom, az, hogy történész vagyok, és ismerem a történelmet, mert hát ez a szakmánk, hogy elemezzük a múltat. És mostanában, hogy van ez a háború, ugye nagyon sokan nem vallják be, hogy félnek, hát ugye mi Magyarországon vagyunk, biztos terület, NATO tagállam, Európai Unió, stb. És akkor megnyugtatjuk magunkat, hogy itt nem lehet baj. Persze a szele már itt van, ugye azért érezzük, hogy gáz van, de erről nem beszéltem még senkinek, úgyhogy úgy gondoltam, hogy most így nagy körbe elmondom, hogy mi a félelmem. Mi lenne, hogyha megtámadnánk a hazánkat? Megtámadná valaki? És akkor szándékosan nem mondok agresszort, hogy mit csinálnánk? Hogy menjünk? Meneküljünk? Vagy maradjunk? És nekem is családom van, és hát beszélgettünk erről, szűk körbe, persze kifele, hogy az ember optimista, és akkor azt mondja, hogy minden rendben van, semmi probléma, de azért nyilván az ember, és gondolom, hogy itt többen is vannak a téren, akik azon ezen elgondolkodtak, hogy akkor mit csinálnánk, hogy akkor harcoljunk, vagy meneküljünk, hova menjünk, mit vigyünk magunkkal. És olvastam egy nagyon szörnyű könyvet, az a címe, hogy Elűzöttek. Hitler utolsó áldozatai. Ez a címe. Németekről szól, a 44 és 45-ös háborús időszakban keletről elmenekült németek, hogy ugye hogyan,
hogy mentették a kis életüket, a családjukat, a csomagjaikat, borzalmas. És utána 46-47-48-ban a kitelepítések, hogy mit vittek magukkal, mert hát nem volt, aki nem is vihetett magával semmit. És ugye én is gondolkoztam azon, hogy én milyen szempont alapján lennék célpont. Hogy azért vinnének el, mert férfi vagyok, és akkor munka? Vagy mint városvezető, mint politikus? Vagy azért, mert nem tetszik a bőröm színe, vagy a szemem színe, vagy a vallásom? És miért mondom ezt? Azért, mert ismételten egy olyan megemlékezésen vagyunk együtt, ahol arról beszélünk, és arról emlékezünk, hogy volt egy csoport, akinek nem tetszett a bőre színe. Ezeket az embereket a magyar állami hatóság összegyűjtötte, átadta egy idegen állam, hát nem nevezem rendőrségnek az SS, tehát fegyveres testületének, és a sorsukra hagyta az állam a saját állampolgárait. Határon túlra kerültek, ugye azt mondták, hogy mentek Németországba dolgozni. Persze tudjuk, hogy Németország az a megszállt lengyel terület, Auschwitz-Birkenau megsemmisítő tábora volt, és azt is tudjuk, hogy nem dolgozni vitték őket. Persze utólag könnyű okosnak lenni, mert most a Roma Sajtóközpontnak olvastam tegnap egy 150 oldalas kis anyagát a Roma holokausztról, nagyon érdekes, cigány nyelven, illetve angolul is van, és ez nagyon jó, hogy a világ is olvassa a mi tragédiánkat, mert fontos az emlékezés és az emlékeztetés, és ebbe is leírják az emberi sorsokat, hogy mi történt ezekkel az emberekkel. És délelőtt nagyon értékes előadáson voltunk jelen, és nagyon hálás vagyok az előadóknak, illetve a cigány missziónak, aki ezt megszervezte, mert óriási gondolatokat adott, és máshogy látok dolgokat. És ott is arról volt szó, hogy az emberi sorsokon keresztül kell az egészet megközelíteni. És a cigányság esetében kőkeményen erről van szó, hogy nekik a származásuk miatt kellett meghalni. És az a mondat, hogy a 371-es szám, hogy a kis babák, akik ott születtek, hogy nekik aztán nulla esélyük volt a túlélésre. Nagyon-nagyon kemény dolog ez, ugye a roma holokauszt Békésen, hála Istennek nem öltek meg cigány embereket, nem hurcoltak el, de mégis úgy gondolja a mi önkormányzatunk is, hogy ez egy olyan súlyú történelmi esemény és társadalmi esemény, hogy mi magunk is felvállaljuk azt, hogy beszéljünk erről. Mert a történelemnek abban az esetben van csak értelme, ahogy az egyik előadónk délelőtt mondta, hogyha a jelen tanul belőle valamit. Én tegnap fejeztem be egy munkámat, már hosszú ideje dolgoztam rajta, Szegedi Kis István élete. 16. századi történelem, egy tudós, 12 gyereke volt, abból 11-et elveszített, a felesége, több felesége is volt, elvitte őket a Pest is, és ő mégis Istent dicsőítve halt meg. 16. századi történelem. Megírja az ember, de úgy van értelme az egésznek, hogyha valamit tanulunk belőle. És azt gondolom, hogy amikor a választási kampány, illetve hát helyben még egy időközi választás is mögöttünk van, és azt tapasztaljuk, hogy a politikai életben felhasználnak erők, sztereotípiákat, és bizonyos csoportokat bűnbaknak kiáltanak ki, és őket használják fel célpontként, hogy a velük egyetértőktől szavazatokat gyűjtsenek be, akkor ennek a mai napnak, augusztus 2-ának van üzenete. Mert Magyarországon a 2000-es években, tehát 2000 után ez divatba jött, az etnikai alapú uszítás. És ebből lehet választási tőkét csinálni. Hát ezt ugye nagyon jól tudjuk. Három gondolatot írtam fel. Ugye az egyik az emlékhely. A másik az, hogy emlékezés, és a harmadik pedig az emlékeztetés. Ezek délelőtt egyébként elhangoztak, tehát egy lélekkel itattattunk meg valószínűleg az előadókkal. A zsidóknak volt egy szokása az, hogy fontos események alkalmával emlékoszlopokat állítottak. És a zsidó kultúrában mind a mai napig megvan ez, főleg ugye a húsvét kapcsán, hogy időről időre a szülők elmesélik a történetet, hogy mi történt. Elmondják a történelmet, és emlékeztetik a történelemből tanulva, emlékeztetik
az utódokat. Azt gondolom, hogy egy augusztus másodikának akkor van értelme, és én sem szeretnék szándékosan belemenni a történelmi részletekbe, már alaposan utána néztem, és borsózik a hátam tőle, tehát hogy az ember hogy lehet ilyen gonosz? De azt mondja az Istennek az igéje, hogy gonosz az embernek a szíve ifjúságától fogva. Tehát ne csodálkozzunk, hogy ilyen dolog megtörténhet, és ha azt gondoltuk, hogy az ember tanult a történelemből, akkor kapcsoljuk be a tévét, vagy az internetet, és látjuk, hogy nem. A cigány identitással kapcsolatban ugye ez az augusztus másodika, milyen üzenete van ennek? Ugyanúgy, ahogy a zsidóság, a cigányság is több csoportból áll. Beások, romungrók, olácigányok, és Auschwitzban nem voltak beások, romungrók, olácigányok, meg görög cigányok, hanem csak cigányok voltak. Tehát a cigány identitás formálódásában sajnos, ezt kell mondanom, hogy sajnos, Auschwitz-Birkenau-nak van egy olyan üzenete, hogy ott mindenki cigány volt. És ahogy 1915-ben Gallipolinál az ausztrál katonákat az angolok beküldték meghalni, és egy teljesen őrült katonai akciót hajtottak végre az ausztráliai katonák az angol zászló alatt, nem is sikerült egyébként, Churchillnek egy nagy tévedése volt ez, akkor jött létre az ausztrál nemzet vérben és tűzben, 1915. A különböző hátterű bevándorlók ott ausztrálok voltak. Ugyanúgy a cigányság esetében is láthatjuk azt, hogy a 72-ben a cigány világkongresszus kiválasztotta ezt az augusztus másodikát, hogy a roma holokauszt emléknapja lett. Ugye nem olá cigány, meg nem szinti, meg spanyol cigány, hanem cigány, roma holokauszt. Tehát az identitásban van ennek egyfajta szerepe, és igazából a megemlékezésnek akkor van értelme, hogyha az ember ezeket a dolgokat kibeszéli, megpróbálja feldolgozni és megérteni. Talán ez lehet egy megemlékezésnek az üzenete. Illetve délelőtt osztályvezető asszonynak volt egy nagyon kemény gondolata, mégpedig ő azt mondta, hogy nincs magyarázat erre. Van sajnos. Gonosz az ember szíve ifjúságától fogva. És amikor azt hiszik, hogy a technika, a haladás, a fejlődés, az orvostudomány jobbá teszi az embert, azt látjuk, hogy nem. Az Isten adott bölcsességet ahhoz, hogy az atom áramot csináljon nekünk, mi bombát csinálunk. Adott az Isten bölcsességet, hogy a lézerrel gyógyítsunk, és mi pusztítunk vele. Adott az Isten bölcsességet arra, hogy gyógyítsunk, és mi emberkísérleteket csinálunk. Nem jó az embernek a szíve. És hogyha nem emlékeztetünk, és nem emlékezünk, akkor attól félek, hogy újra és újra megtörténhetnek ezek a szörnyűségek, ezek a tragédiák, és ezért tartom fontosnak augusztus másodikát, és a mi önkormányzatunk is azért áll mellé ennek az ügynek, hogy együtt tudjunk emlékezni, és együtt tudjunk erre a napra együttesen tudjuk ezt feldolgozni és megbeszélni. Köszönöm azt, hogy eljöttek. Köszönöm, hogy a jelenlétükkel fejezik ki azt, hogy fontos önöknek a múlt és a történelem, és fontos az, hogy a jelenbe helyén kezeljük a problémákat. Köszönöm, hogy meghallgattak. Áldáskérő imára kérem fel Durko Albert misszióvezető urat. Mennyei Atyám, köszönöm a te szeretetedet, amellyel szeretsz bennünket, és olyan sok mindent nem értünk ebben a világban, nem értjük a háborúkat, nem értjük a különböző eseményeket, miért engeded meg, miért hagyod, de köszönöm, hogy mégis bízhatunk benned, hogy te vagy a világnak a kormányzója és ura, és határt szabtál az embernek gonoszságának, a sátán gonoszságának is, és ígértél valami csodálatosat, valami sokkal jobbat, valami olyat, ami nem emberkéz alkotott, és ami nem erről a földről származik. Uram, hadd lássunk meg ebben a szörnyűségben is, hogy van napfény, van élet, van kimenekedés, van szabadság.
Uram, áldj meg mindannyiunkat, hogy az emlékezésben ne csak a sötétet lássuk, hanem lássuk a te kinyújtott kezedet, amellyel felénk nyúlsz, és amellyel meg akarsz áldani bennünket, és amellyel magadhoz akarsz ölelni bennünket. Uram, köszönöm, hogy megállhatom így mindazokat, akik itt vannak ezen a helyen, vagy hallgatnak, látnak bennünket. Uram, formáld az ő gondolataikat, az ő szívüket, hogy megértsenek téged, hogy megértsünk téged, és a te akaratod pedig legyen meg mindenben, ami életünkben. Amen. Tisztelt emlékezők! Koszorúzás következik. Kérem önöket, hogy a szervezetei képviseletében a nevük elhangzásának sorrendjében helyezzék el az emlékezés virágait itt az emlékhelynél. A Társadalmi és Esélyteremtési Főigazgatóság képviseletében koszorút helyez el Fitz Emma osztályvezetőasszony. Város önkormányzata képviseletében emlékezik Deákné Domonkos Julianna képviselőasszony és Mucsi András képviselő. Pünkösdi Egyház országos cigány misszió képviseletében az emlékezés virágait Durkó Albert misszióvezető és Lipcsei János főigazgató helyezik el. Szertani és Kutatóközpont képviseletében koszorút helyez el Surman László igazgató és Rézműves Mihály. Békés megyei roma nemzetiségi önkormányzat koszorúját Szabó Gábor elnök helyezi el. És roma nemzetiségi önkormányzata képviseletében Kovács Gusztáv elnök és Mohácsi Gyuláné képviselő koszorúznak.
német nemzetiségű önkormányzat képviseletében Csökmei Istvánné és Varga Miklós koszorúz. Városi Kulturális Nonprofit Kft. Koszorúját Beres Ildikó, Vígné Darányi Berta és Gosztonyi Kitti helyezik el. Szakképző iskola, általános iskola, óvoda és alapfokú művészeti iskola virágait Durkóné Illés Bernadett intézményvezető, Balog Erika és dr. Nyáriné Ruzsa Tünde intézményegységvezetők helyezik el. Borsodi Alfa Vallási Egyesület koszorúját Tóth Tivadar és Tóth Tivadarné helyezik el. Csongrádi Agapé Szeretett Vallási Egyesület koszorúját Péter Pál, Szalai Miklós és Sztojka Lajos helyezik el. Tüzes Szívek Vallási Egyesület képviseletében koszorúz Lakatos Jenő, Bernát Bálint, Lakatos Balog József. Nyírségi Reménység Háza Vallási Egyesület koszorúját Rézműves Miklós, Gál Tibor és Lakatos Róbert helyezik el.
Hadd emlékezünk, koszorúzási rendezvényünk végén kérem, énekeljük el a szózatot, majd azt követően kérem önöket, hogy egy-egy mécses meggyújtásával emlékezzünk az áldozatokra.